hogyha eltűnünk egy perc alatt. Velünk semmi sem tűnik el. Mindig itt vagyunk egy ég alatt. Lehet észre sem veszel. Lehet, hogy gyors, ahogy repülünk, szemed lassú, s nem fog fel. Láthatsz, hogyha tengert úszunk át, felhőkről lábat lógatunk. Ezek mi vagyunk a szabadság vándorai. Szökünk a sötétség elől, falakon átrohanunk. Ezek mi vagyunk a szabadság vándorai. Nem tudjuk még mi hajt, a boldogság vagy a keserűség. Az egyik biztos hív, a másik biztos, hogy eltaszít rég, ezért menni kell. Addig még így van, azt sem tudjuk még, hogy meddig tart ez az utazás. Meddig száll velünk a cél felé ez a vitorlás. Azt hiszem, hosszú az út. Szabó Bence! A szabadság vándora. Bence! Annyira jó vagy, Bence. Tényleg. Én nem is akarok nagyon belebeszélgetni, hát hallottad. Imádnak. Úgy örülök, hogy egy kicsit kinyíltál. Annyira jó, hogy magabiztosabb vagy, hogy láthatólag borzasztóan élvezed azt a tehetséget, azt a csodát, ami kijön a hangodból, a torkodból. Hú, de jó volt. Köszönöm szépen! Anita? Megint a könnyek jönnek elő. Azon túl, hogy nagyon-nagyon jól énekelsz, és valami olyan árad a lelkedből, ami egyszerűen néha elképzelhetetlen, vagy felfoghatatlan az ember számára, hogy igen, vannak még ilyen gyerekek, hogy nem csak a laptop, meg a nem tudom én micsoda. Egy magabiztos fiút látok a színpadon, aki odarakja magát, élvezi a közönséget, a sikert, amikor rád mentek a fények, akkor olyan voltál, mint egy rockstar barátom, de komolyan. Tehát nem. Ez az én szívemnek sokkal nagyobb boldogság, hogy így kinyílt a világ, és ezzel együtt te is. Nagyon jó vagy. Köszönöm szépen. András? Nagyon ügyes voltál, egy nagyon fontos titokra világít rá az, amit te csinálsz. Most már akkor talán mondhatjuk azt, hogy alkalomról alkalomra, hogy igazából nem az számít, főleg ennyi idősen, hogy ki mit tud, mennyire ilyen technikás, olyan technikás, talán ennyi idősen is számít az, hogy ki milyen hiteles. És amellett, hogy nagyon szépen énekelsz, te ezt a hitelességet hozod ide, ami nagyon jó. Köszönöm szépen. Kati. Csak folytatni tudom ezt, tényleg az a természetesség, az a tisztaság van benned, mint mondjuk a népköltészetben, vagy népdalokban, vagy népmesékben, valahogy ez jut eszembe, mintha te lennél a családban a kis szerencsét próbáló legény, a kisfiú, akiben benne van a minden, és ezt kívánom neked, így a jövőre nézve, hogy tényleg a mesebeli álmok váljanak valóra, mert a hangodban, abban a csodában ott van ennek a lehetősége. Köszönöm szépen! Hát akkor elérkeztünk az utolsó pontozáshoz a mai estén, de még lesz egy fontos feladatotok, ezt tudjátok, zsűritagok. Elsőként Bence, tőled kérem a pontszámot. Ez nem is kérdés, 25 pont. 25 pont! Anita. 25 pont. 25 pont! András. 24 pont. 24 pont.
Kati. És 24 pontot adok. 24 pont! Ez tehát összesen 98 pont a zsűritől, egy nagyon-nagyon magas pontszám, és egy nagyon érdekes helyzet állt elő. Van egy holt versenyünk a harmadik helyen, egyelőre Cserép Timi és Zitus, ők holt versenyben állnak 183 ponttal. Van két biztos továbbjutónk is már, ugye, az első és a második helyen, Debi és Lupi. Tehát, ha most a közönségtől úgy kapod a pontokat, hogy te magasabb pontot kapsz, mint Timi és Zita, akkor te biztos továbbjutó vagy. Hogyha kevesebbet kapsz náluk, akkor viszont a lista második felére kerülsz, és akkor a zsűri fog majd dönteni a sorsodról. Lássuk, anyukák, hány pontot adtak Bencének? 25-öt! Apukák! 25 pont, szintén! Azt a mindenit! Nagyszülők! 25 pont a nagyszülőktől is! Akkor most már csak a gyerekeken múlik ez a dolog. 24, tehát egy valaki van, aki nem nyomta meg a gombot. Ez nagyon magas pontszám, Bence, rögtön összeadjuk. Ez egészen pontosan 197 pont! A pontszáma, tehát biztos továbbjutóként ott vagy a következő fordulóban. Gratulálok neked, Bence, fuss, szaladj a többiekhez!